Már a találkozó első percében megszerezte a vezetést a Spartacus női labdarúgó csapata Tijana Filipovic góljával, aki a mérkőzés legeredményesebb játékosa volt, hiszen négyszer talált a hálóba. Egy-egy gólt lőtt még Natália Obradović, Violetta Slovic és Tijana Matić is. Najbitnije mi da sam da par golova, da steknem samopouzdanje za ono što nas čeka i zadovoljna sam, mislim da tu je moja ekipa zaslužena naravno za ta sva četiri gola. A hazaiak mindkét játékrészben állandó nyomás alatt tartották a TSC kapuját, a vendégek ugyanakkor hősiesen védekeztek. Rezultatski možemo biti zadovoljni, igra je daleko od nekog željnog nivoa, ima to još dosta da se radi, teško je tempirati formu za prvo kolo. Tako da ćemo iz utakmice u utakmicu ispravljati greške i pokušati da što brže uđemo u takmičarsku formu. Bár a bemutatkozó mérkőzésen a magyar kanizsai TSC-nek nem sikerült gólt lőnie, edzőjük elégedett a lányok küzdeni akarásával és igyekezetével. Mint mondja, céljuk továbbra is a ligában maradás. Az első szezonunk, ez egy egész más ritmusú liga, mint az első liga. Fel kell venni a ritmust, fel kell venni a versenyt a csapatokkal. Az első fél időben voltak olyan időszakok, ahol tudtuk kontrollálni a mérkőzést, viszont a második fél időben teljesen elfáradtunk. Sajnos közrejátszott az is, hogy ugye magyarországi lányunk nem tud játszani, ez a vírus véget nem tud átjönni. Vannak kisebb sérülések a csapatban, úgyhogy 3-4 játékosunk hiányzott ma. A következő fordulóban a TSC magyar kanizsa a Zimony csapatát látja vendégül, míg a szabadkai Spartacus az újvidéki Vojvodinához látogat.